45. fejezet. Miképpen vette birtokába szigetét a nagy Szancsó Panza, és hogyan kezdett el kormányozni? Ó, te az antipódusok örök felfedezője, világfákjája, az ég szeme, s a borbehűtő edények édes megőrzője. Timbrius itt, folybosz ott, nyilas emitt, orvos amott, adja te a költészetnek, feltalálója a zenének, te mindig felkelsz, s bárha úgy látszik is, sohasem nyugszol le. Hozzád esengek, ó nap! Segítségeddel embert nemzett az ember. Hozzád esengek, te engem, s te gyújts világosságot elmém humájában, hogy pontról pontra híven el tudja mondani a nagy Szancsó panza kormányzóságát, mert nélküled gyengének, gyávának és tehetetlennek érzem magamat. Ott folytatom hát, hogy Sancho egész kíséretével együtt megérkezett egy helységbe. Lehetett valami ezer lakosa, s a herceg legjelentősebb birtokai közé tartozott. Értésére adták, hogy a szigetet Baratariának hívják. Vagy azért, mert a helyiségnek baratar jó a neve, vagy azért, mert olyan barátságos, olyan olcsóára jutott a kormányzósághoz. Midőn a város kapui elé érkeztek, mint hogy az egészet kőfal vette körül, a község elöljárói kijöttek eléje tisztelegni. A harangok zúgtak, az egész lakosság újongott örömében, s a legnagyobb pompával vitték az öreg templomba, ahol ünnepélyes istentiszteletet tartottak. Aztán több bohó ceremónia közben átadták neki a város kulcsait, s elismerték Barataria sziget örökös kormányzójának az új kormányzó viselete, szakálla, alacsony, köpszös, tömzsisége, közbámulat tárgya volt. Mindenki megcsodálta, akár tudta a dörgést, akár nem. De sokan tudták. Végre aztán kivezették a templomból, a bírói székhez vitték, beleültették, és a herceg udvarmestere ezeket a szavakat intézte hozzá. Ősi szokás ezen a szigeten kormányzó úr, hogy a híres sziget beiktatásakor meg kell felelnie néhány hozzáintézett kérdésre. Ezek rendesen bonyolult fogas kérdések, és a község lakossága a feleletből akarja meglátni új kormányzójának természetét. Ebből tudja meg aztán, örüljön-e, búsuljon-e jöttén. Amíg az udvarmester ezeket a szavakat intézte hozzá, Sancho a sok ákombákom nagybetűt nézegette, mely a székével szemközt álló falon volt látható. Olvasni nem tudott, ezért megkérdezte, mit jelent az az írka firka ott a tósó falon. Azt válaszolták. Ott, uram, azt írták és jegyezték fel, ki és mikor vette át a sziget uralmát. Végül pedig ez olvasható, a mai napon, ennek meg ennek az esztendőnek ebben a hónapjában. Don Sancho Panza úr jutott a -e szigetség birtokába, adja Isten, hogy soká élvezhesse. És kit hívnak itt Don Sancho Panzának? kérdezte Sancho. Nagy méltóságodat? válaszolt az udvarmester, mert erre a szigetre még semmiféle panza se tette a lábát, csak az, aki most ebben a székben ül. Akkor hát jegyezze meg, atyafi, szólt Sancho, hogy én nem vagyok Don de a nemzetségemben sem volt egyetlen don se. Egyszerűen Szancsó panzának hívnak. Így hívták apámat, Szancsónak az öreg apámat is. Mind volt, panzának hívták. Az egyik eset oldottak se dont, se donyát. Úgy látom, ezen a szigeten több a don, mint a pejva. De elég erről, Tudja az Isten, mit gondolok, s ha csak egy pár napig tarthat is kormányzóságom, majd a nyakára hágok én ennek a sok donnak, hiszen úgy dönögnek, donognak az ember körül, mint a dongok. Gyerünk azzal a kérdéssel, udvarmester úr, megfelelek én, ahogy tudok, akár búsul, akár nem búsul a város. E pillanatban két ember lépett a törvényházba. Az egyiknek külsejéből az látszott ki, hogy paraszt a másikéból meg, hogy Szabó, mert az olló most is a kezében volt. A Szabó így szólott. Kormányzó úr, én meg ez a parasztember azért járultunk egyelmességed elé, mert ez az atyafi bejön hozzám tegnap a műhelybe, mert kegyes engedelmökkel legyen mondva, és Istennek hála, én cégbeli szabásmester vagyok. Ő tehát egy darab posztóval adva a kezembe így szólt. Uram, kikerül ebből a posztóból egy sipka? Én fogom a posztót, azt mondom, ki kerül. Erre ő, úgy vélem, azt gondolja, s alig, nem ráhibáztam, hogy én bizonyosan el akarok csípni a posztójából, mert a szabóuraknak általában ilyen rossz a hírük. Azt mondja aztán, nézzem meg, ki kerül -e belőle kettő. Átláttam a szitán, s azt feleltem, ki kerül. A derék ér folyton megmaradt első istentelen gondolatánál, és sipkát sipkához toldott, én meg kikerült, kikerülhöz. Így aztán fölvertük öt sipkáig. Most éppen ebben a pillanatban jött le a sipkákért. Odaadom neki, de ő nem akarja megfizetni a munkabért, hanem még neki áll följebb, s azon erősködik, hogy fizessen meg neki, vagy adjam vissza a posztóját. Úgy igaz az egész atyafi? kérdezte Sancho. Úgy igaz az uram? felelt az ember de parancsolja meg neki, kegyelmességed, mutassa meg, milyen sipkákat csinált. Szíves örömest, felelte a szabó, s azzal előhúzta köpönyege alól a másik kezét, s felmutatott öt kis sipkát, ami az öt ujja hegyén fityegett, és így szólt. Itt az az öt sipka, amit ez a jó ember rajtam keres. Az Isten úgyse nem maradt meg egy csipet se a posztóból, olyan igaz, hogy akár a cégbeli atyamester vizsgálja meg, hogy úgy van-e. Az egész halhaggatóság hahotára fakadt a sok apró sípka láttára és a furcsa per hallatára. Úgy látom, hogy ebben a perben nincs szükség semmi szószaporításra, hanem kereken ki lehet mondani az ítéletet, a következőket rendelem. A szabó elveszti a munkapért, a paraszt meg a posztót, a sípkákat pedig odaadjuk a raboknak, addig van miként utóbb a pásztorember pénzes ügyében hozott ítélet bámulatra keltette a hallgatóságot, ez az ítélet kacaira fakasztotta, de mégis az történt, amit a kormányzó parancsolt. Most két öreg ember kért bebocsátást. Egyikük kezében nádbot volt, a bot nélküli kezdte. Uram, ennek a derék embernek immár jó tíz esztendeje. Tíz aranytallért adtam kölcsön szabad használatára, de azzal a kikötéssel, hogy mihelyt kérem, visszaszolgáltatja. Egyik nap a másik után múlt, és én egyetlen egyszer sem kértem vissza tőle, nehogy még nagyobb szükségbe jusson, mint amilyenbe akkor volt, amikor a kölcsönt kapta. Utóbb azonban, látva, hogy a visszafizetés eszébe se jut, egyszer másszor kértem az adóságot. Ő azonban nemhogy nem adta meg a pénzemet, hanem még le is tagadja a tartozást. Azt mondja, sosem adtam én neki kölcsön tíz tallért, vagy ha adtam, ő már visszafizette. Nekem meg nincs tanúm sem arra, hogy kölcsön adtam, sem arra, hogy ő megadta, mint hogy soha vissza nem is fizette. Arra kérem kegyelmességedet, tétessen vele esküt, és ha megesküzik rá, hogy megfizette adóságát, én Isten és ember előtt mindörökre elengedem. Hát kegyelmed mit szól az egészhez, jó öreg botos ember? kérdezte Sancsó. Az öreg így válaszolt. Én, uram, elismerem, hogy vettem tőle kölcsön. De hajtsa ide kegyelmességed azt a kormánypálcát, és mivel ő az én eskümre bizza a dolgot, én kész vagyok rá megesküdni, hogy híven és igazán lefizettem tartozásomat. A kormányzó lenyújtotta a pálcát, Eközben pedig a botos ember odatta botját a másiknak, hogy tartsa, mintha eskütétele közben akadályozta volna. Erre aztán a kormánypálcán levő keresztre tette a kezét, és azt mondta, csak ugyan igaz, hogy ő kölcsönvette vette azt a kérdéses tíz talért, de az is igaz, hogy visszaadta. S ha a hitelező egyszer másszor megint sürgette a lefizetést, az az oka, hogy elfelejtette. Erre a nagy kormányzó megkérdezte a hitelezőtől, mit válaszol ellenfele szavára. A hitelező erre kijelentette, hogy adósa kétségkívül igazat mond, mert ő mindig becsületes, jó kereszténynek ismerte, s így át csak ugyan ő feledkezhetett meg róla, mikor és milyen alkalommal kapta vissza a pénzét, s hogy mától kezdve sose fogja többi háborgatni érte. Erre az adós megint visszavette botját, mélyen meghajtotta magát, és eltávozott a törvényházból. Szancsó látta, ez se teszi, se veszi, úgy elmegy, hogy azt sem mondja beföllegzett. Látta a kérelmező türelmét is. Fejét mellére horgasztotta, s jobb keze mutatóját orrára és két szemöldöke közé tette, s imígyen egy ideig gondolkozásba mélyett. Egyszerre fölemelte a fejét, és megparancsolta, hívják csak vissza azt az eltávozott botos öreg embert. Visszahívták, és Szancsó így szólt hozzá. Adja csak ide azt a botot, édes fia, szükségem van rá. Jó szívvel, felelt az öreg, itt van, uram, és ezzel a kezébe adta. Sancho átvette, majd nyomban odanyújtotta a másik öregnek, és így szólt. Menjen kegyelmed Isten hírével, megkapta a pénzét. Én, uram, válaszolt az öreg, hát ér ez a nádpálca, tíz tallért, aranyban. Ér. Felelt a kormányzó, akár mi legyek, ha nem ér. Most derül ki, van-e elég eszem, hogy akár egy egész országot elkormányozzak. Rögtön megparancsolta, hogy minnyájok szeme láttára törjék a nádbotot, és nézzék meg, mi van benne. Meg is tették, s a belsejében ott volt a tíz aranytallér. Mindenkinek szeme szája elállt bámulatában, s a kormányzót valóságos új bölcs salamonnak tartották. Megkérdezték, miből gyanította, hogy abban a botban van a tíz tallér. Ő azt felelte, látta, hogy az öreg az eskü előtt hitelezőjének nyújtotta a botot, és aztán tett hitet, hogy híven és igazán átadta neki, amivel tartozott. Majd az eskü után visszakérte a botját. Mindez szöget ütött az ő kormányzói fejébe, és sejtette, hogy a botban kell lenni a követelt tartozásnak. Ebből nyilván látható, akármilyen ostoba is valamely kormányzó az Isten egyszer másszor mégiscsak az igazútra téríti ítéletét. Egyébként hallott ő már ilyen történetet a papjától odahaza. S hogy van neki olyan emlékező tehetsége, hogyha el nem felejteni mindazt, amire vissza akar emlékezni, keresni kellene a párját az egész szigetségben. Elég az hozzá, a két öreg eltávozott, az egyik megszégyenülten, a másik a pénzéhez jutva. A jelenlevők pedig egyik ámulatból a másikba estek, az íródeák meg, aki szancsó szavait, tetteit, sőt mozdulatait is feljegyezni tartozott, zavarban volt, hogy csak ugyan butának vagy okosnak tartsa-e. Alig, hogy ennek a peresügynek vége szakadt, egy asszony rontott be a törvényházba, gazdag pásztornak öltözött férfi rángatva magával. Az asszony nagy felszóval így kiáltozott. Igazságot, kormányzó úr, tegyen igazságot, mert ha a földön nem tesznek, amennybe megyek keresni lelkem, édes kormányzóram, nézze, ez a semmire kellő utamat állta a szabad ég alatt, s úgy bánta testemmel, mint valami szennyes rongyal. Jaj, nekem szerencsétlennek! Elvette tőlem azt, amit innen-onnan huszonhárom esztendeje tartogattam, és megtudtam tudtam őrizni keresztényektől és móroktól, idevalóktól és idegenektől. Mindig olyan keményen tartottam magamat, mintha tölgyfából lettem volna, s olyan épp maradtam, mint tűzben a szalamandra, vagy mint a gyapjú a tövisek közt. S íme, most azt kell megérni, hogy ez a jóféle rajta üssön, és se szó, se beszéd, megtapogasson. Majd kiderítjük, hogyan tapogatta. Jegyezte meg Szancsó, és az emberhez fordulva felszólította, nyilatkozzék, mit tud felelni az asszony panaszára. Ez pedig egészen megzavarodva így válaszolt. Én, uraim, szegény disznópásztor vagyok, és ma reggel azért mentem el hazúról, hogy tisztesség, nelség szólván négy malacomat eladjam, mert hol adó, hol bitangolás fejében, majd annyit vittek már el értök fizetnem, amennyit értek. Mikor a faluba visszatértem, útközben ezzel a derék asszonysággal találkoztam. De az ördög nem alszik, hanem mindenbe beleüti az orrát. Engem arra vet rá, hogy az asszonyal mulatozzak. Megjutalmaztam tisztességesen, ő azonban nem elégedett meg vele, nekem esett, s el sem bocsátott, amíg ide nem húzkodott. Most azt mondja, hogy én erőszakot tettem rajta. Pedig ez merő hazugság, hitet is merek tenni rá. Ez a tiszta igazság, s hozzá nem tettem, s el se vettem én egy morzsányit sem belőle. Ekkor a kormányzó azt kérdezte, van-e nála valami pénz ezüstben? A pásztor megmondta, hogy van nála körülbelül húsz tallér egy kis bőrzacskóban az inge alatt. A kormányzó megparancsolta, vegye elő, s úgy, amint van, adját a panasztévőnek. Az ember remegve engedelmeskedett, az asszony pedig fogta az acskót, és jobbra-balra, bókolva, hajlongva kérte az Istent, tartsa soká meg egészségben a kormányzót, mert pártját fogja a szegény, szorongatott árva hajadonoknak. Ezzel aztán két marokra szorítva az acskót, eltávozott a törvényházból. Előbb azonban belekukkantott az acskóba, csak ugyan ezüst pénz van-e benne. Alig, hogy eltávozott, Szancsó így szólt a pásztorhoz, aki majdnem sírva fakadt, szeme, szíve a pénzes zacskója után ment. Ugorjon csak, atyafi! Azután az asszony után, s ha adja, ha nem, vegye el tőle a pénzes zacskót, hozza vissza! Bizony nem kellett azt kétszer mondani a pásztornak, futott mindjárt, mint a villám, hogy teljesítse a parancsot. A jelenlevőket mind elfogta a csodálkozás, és el se tudták képzelni, mire válik ez a perpatvar. Kisvártatva látták, hogy az ember már jön is vissza az asszonyjal, és még jobban egymásba kapaszkodtak, mint az előbb. Az asszony fölkapta a szoknyáját, s ölébe szorította az acskót, az ember meg erőnek erejével el akarta venni tőle, de nem bírta, az asszony pedig a pénzt védelmezve nagy felszóval így kiáltozott. Az Istenre és mindenre, ami szent, igazságot, igazságot! Nézze csak, nagyságos kormányzó úr, mekkora szemtelenség és vakmerőség van ebben a semmire kellőben. Az egész világ szemelátára fényes nappal akarja elrabolni tőlem az erszényt, amit nagyságod nekem ítélt. És elrabolta? kérdezte a kormányzó. Ha erre e válaszolt az asszony, inkább megfosztanám magamat az életemtől, sem hogy ezt a zacskót odaadjam. Nem ettem bolondgombát, még akkor se ijednék meg, ha másforma legényesnék a szememnek, mind a tíz körmivel, nem hogy ez a nyomorúság kergető, harapofogóval, kalapáccsal, ütővel, vésővel jöjjenek rám, még akkor se kaparják ki a markomból, de még oroszlán körmivel sem, még csak darabonként is, ki nem tépik a testemből a lelkemet. Igaza van, mondta az ember. Megadom magamat, kifogytam minden erőmből, s be kell vallanom, nem vagyok olyan legény, hogy el tudjam venni tőle. Azzal eleresztette. Ekkor a kormányzó így szólt az asszonyhoz. Hadlám csak azt az erszényt, derék bátor asszony. Az asszony átnyújtotta, a kormányzó pedig visszaadta az embernek, és ezeket a szavakat intézte az erőszakos megerőszakolthoz. Már kincsem, ha te ekkora szilárdsággal és bátorsággal védelmezted volna magadat, ahogy ezt a zacskót védelmezted, avagy csak fél korával Herkules se tudott volna rajtad erőszakot tenni. Eregy Isten hírével, vagy menj a pokolba, és nem utasd magadat ezen a szigeten, de még hat kerek mérföldnyire se a határon túl, különben olyan kétszáz korbácsot kapsz, mint a parancsolat. Eltakarodj, szemtelen, hazug szélhámos. Megijedt az asszony, spusztult, irulva pirulva A kormányzó pedig így szólt a vádlotthoz. Kend meg, menjen haza Isten hírével, atyafi, vigye a pénzét, s ha nem akarja elveszteni, máskor legyen esze, ne szótja anyon kedve senkivel sem ulatozni. Az ember nem győzött eleget hálálkodni, végre távozott, a jelenlevőket pedig újfent elfogta a csodálkozás, kormányzójuk ítéletén és bölcsességén. A krónikás mindent följegyzett pontosan, s rögtön elküldte a hercegnek, aki várva várta a tudósítást. Mi pedig most elválunk a derék Szancsótól, mert nagyon sietős az utunk, az Altiszidóra énekétől felzaklatott gazdájához.